2014, április 20-a Újpest, Utekupa döntőjében 2003-as korosztályban. Újpest, MTK Ámefes. Kint volt már a labda, kirúgás következik. Labdatartásnak számít egyébként. A Mikor Csipszó. Újpesti szabadrúgás következik. A fus támadás miatt szabadrúgás kifelé. Zavaró, hogy négy pályán egyszerre szólnak a bíró is itt van. De most itt szólt, Újpesti szabadrúgás. Kontratámadás végén megszerzik a vezetést a hazaiak. Itt a MTK Mefes 1-0. Oldalra jöhet az Újpest. Vegyük már át! Újpesti volt 2-0. Van.
egy. És még egy bedobás. Egyre közelebb az ellenfél kapujához. MTK-nak egy szögletrúgás. Jöhet még egy. Elment a fejes. Marad a 2-0-ás hazai vezetés. Bedobás. Nagyjából a mérkőzés felénél járunk a döntőben. Ute, MTK Mefes 2-0. Szöget lesz, vagy bedobás. Egy jó lövés felé. Nézd, hogy szabad rúgás, amint elkészül a sorfal. Mehet a szabad rúgás. Szép lövés volt. Kapus kitornált a szögletre. Leo, gyere! Percekben zömmel a Újpest kapuja előtt, zajlik a játék. Volt azonban még nem sikerült elérni. Vigyázz a fejedre! Ugye, hosszú bedobás. Újpestiről ment ki a labda, kapus hozhatja játékba. Amivel több mint 5 perc lehet hát a döntőből, 2-0-ás Újpesti vezetés. Köszönöm!
Viszont bedobás. Benküli. Kicsapán vannak ott. Kéne hozni a bolyból. Egy szabadrugás. Viszont szabadrugás. Közöttben van. Sem is volt kihúzottan erős. Bedobással folytatódik a játék. Újtesti kapuskirúgás. Amíg ma elvégzik, aki nem sietős. És Tuda, nem sikerült egy ollózó góllal szépíteni. Hajszállal mellé. Mérkőzés második felére határozottan feljavult a vendég csapatjátéka. De szép idő volt, nincs meg. És most is sikerül felszabadítani a világnak. Mindjárt az újabb mész egy támadás. Szép, formás. Ez viszont nagyon felé van elég. Mésző bedobás a mérkőzés hajrájában. Továbbra is 2-0-ás ütevezetés. Újpesti kirúgás. Véget ért a mérkőzés. 2-0-ás újpesti győzelem. Újpesti aranyérem. MTK, MFS, ezüst.